Daniel Steele, apu. A főszerepben Patrick Duffy. Kate Mulgrew. És John Anderson. Megyek azonnal, mondd meg a mamának. Az ember leél valakivel majdnem 20 évet. Látszólag minden rendben van. Tervezgetsz, reménykedsz. Sírtelen alig 2 hét alatt minden összeomlik. Az életemből 20 év semmivé lett. Melissa, igyekezz, elkésed, drágám! Megyek! Ágnes, nézd körül a piacon, hát ha tudsz friss áfonyát szerezni. Nem bízom benne, de megpróbálom. Viszlát mindenkinek! Ne a kutyát eteszem. Viszlát! Jó reggelt, kicsim! Elfogyott a zsír, szegény tej! Az asztalon van, kicsikém, mint minden reggel. Jó reggelt, apa! Jó reggelt, kicsim! Ó, ne etesd a kutyát! Kész a kocsi, mama! Kösz, drágám! De hideg van kint! Nem kérek pirítóst, szereplőválogatásra megyek iskola után. Bármit ennék, meglátszana rajtam. Hol? Ó, ez nekem szól. Elrohantam. Sziasztok! Tényleg, Ben? Gratulálok a múltkori pontszámaidhoz. Kösz, apa. Princetonról még nem mondtál? Arról álmodom. Sok egyéb mellett. Miért álmodsz még? Talán szerelmes akar lenni. Egy lányba? Dehogy te bolond, egy autóba. Neki nincs is autója. Mondd, Ben. Hazajössz ma egy kicsit előbb. Egy hét múlva karácsony, és nincs kész a világítás. Jó, nem töröm meg a Watson család hagyományait. A díszkivilágítás a férfiak dolga. Ne kezd el! Jó, apa, elvihetem délután a kocsit. Igen. Kösz, apa. Sziasztok! Azon töprengtem, te mikor lesz már végre nyugodt reggelem? Veled minden reggel gyönyörű. Készen vagytok? Indul a menet. Akkor a vacsoránál találkozunk. Oliver, jó munkát! Zene Dennis McCarthy. Fényképezte György László. De ismerkedjenek meg Sarah Samson kisasszonnyal. Ő mutatja majd be a legújabb párfilmünket. Az úr Oliver Watson, a reklám részleg alelnöke, a hölgy Daphne Hutchinson, kitűnő reklámszövegíró. Üdvözlöm. Ideje volt megismerkednünk. Igazán örülök. Köszönöm. Tetszik az új reklám. Igazán mindent bedobtak a cél érdekében. Mert a reklámszövegírók jól eladnak bennünket. Megyünk, mert szeretném még bemutatni néhány kollégánknak Samson kisasszonyt. Nagyon örülök, hogy megismertem önöket. Én is. Viszlát. 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 Szerintem ez az anyag teljesen készen van. Akkor jó. Ez a legszebb nő, akivel életemben találkoztam. Micsoda? Ó, hát persze. Te tényleg felhőtlen boldogságban érsz a feleségeddel, a gyerekekkel, az egész pereputtyal? Igen, így van. Tökéletesen sikerült megvalósítani mindazt, amire vágytam. A forgatókönyvet írta Virginia Browne. Készült Daniel Steele azonos című regénye alapján. Rendezte Michael Miller. Beszéltem apával. Szombaton átjön, segítő is a készülődésben. Egy szóval sem mondta, de szerintem még mindig nem nyugodott bele, hogy a mamát intézetbe kellett adni. De ha az Alzheimer-kór elhatalmasodik, akkor apa már kevés egyedül. Mondd, megtennéd velem ugyanezt hasonló helyzetben? Hogyan, ne beszélj. Én egy napig sem tudnék élni nélküled. Pedig jobb, ha felkészülsz ilyesmire. Vegyük csak sorra. 18 évi házasság, 3 gyerek, 2 kocsi, felesben egy nyaraló, lejárt jelzálok kölcsön. Többre nem vagyok már képes, azt hiszem. Szerinted csak ennyiket össze bennünket? Csak tréfáltam. Aha. Nem sikerült.
Te sosem bántad meg, hogy engem vettél el? Engem, a bohém ellenállót, akinek minden vágya, hogy egyszer író lehessen. Te viszont egészen más alkat voltál. Igen, szolíd és konzervatív. Mire akarsz kiukatni? Dobjuk ki az elmúlt 20 évet az ablakon, és kezdjen mindegyikünk önálló életet. Ezen a téren legyél ellenálló. Állj ellen minden csábításnak, ami arra irányul, hogy elszakítson téged tőlem és a gyerekektől. Szere. Elmehetek egyetemi továbbképzőre. Továbbképzőre? Pontosabban egy írókurzusra. Ez csodálatos ötlet. Szere, nagyon örülök neki. Úgy tudom, a Chicagói Egyetemen kitűnő kurzusok indulnak. Hát ebben nem kételkedem. Akkor mi a baj? Semmi. Már felvettek a Michigani Egyetemre. Michigan? Hát drágám, ez nem lehet igaz. Több mint 200 mérföldre van innen. Most hirtelen pakoljunk össze, és 2-3 hét alatt költözünk oda valahová a környékre. Ilyesmi meg se fordult a fejemben. Úgy tervezem, hogy egyedül megyek. Fogalmat sincs, mit szeretnék valójában. Olyan kevés, amit kérek. Sarah, én tudom, hogy mit érzel most. Hogyha de... már honnan lenne neked arról fogalmad, mit jelent föladni az álmaidat, hisz mindened megvan. Család, karrier, feleség, aki hűséges kutyaként vár rád esténként. Mit akarsz még? De mi lesz velem a rohadt életben? Mikor lehetek önmagam? Sarah! Komolyan gondolod, hogy ezért lemondanál a családodról? De nem mondok le a családomról, csak szeretném elvégezni a tanfolyamot. Hiszen el akarsz költözni itt. Oliver, ez a kurzus mindössze 2 évig tart. Ben Öster úgyis kollégiumba kerül. És Melissa, hát mintha nem tudnád, 7 éjszakából 6-ot nem tölt itthon. Sam viszont 7 éjszakából 7-et még itthon tölt egyelőre. Mivel csak 9 éves. És megerőltető itthon lenni vele. Itt van még Agnes is. Igazán örülök, hogy Agnes itt marad velem. Odáig lesz a boldogságtól. Hagyd abba. Ajánlom, hagyd abba. Sarah, ha már ennyire ragaszkodsz Michiganhez, miért nem várod meg legalább az őszi szemesztert? Addigra oda költözhetnénk. Azt hiszed, meggondolom magam? Dehogy. Azt hiszed? Olyan, dehogy, nem hiszem. Viszont őszig lenne esélyünk eladni a házat. És vehetnénk helyette valamit ott a környéken. Még ha ingáznod kellene, és legalább együtt maradnánk. Te még mindig nem érted, Oliver. Szeretnék egy kicsit. Egyedül. Egyedül maradni. Egyedül. Az ünnepek után azonnal elutazom, mert mire a szemeszter elkezdődik, lakást is kell találnom. A gyerekeknek csak karácsony után mondom majd el. Milyen tapintatos vagy. Elég. Ne nehezítsd meg még jobban a helyzetemet. Te se tételesz fel rólam olyat, ami nem igaz. Nagyon kérlek, Sarah. Ne hagyj el bennünket. Nem tehetek most, Oliver. Sajnálom. Szóval... ha nincs ellene kifogásotok, kihoznám ma este a mamát. Mégiscsak karácsony lesz. Mit szól hozzá az orvos? Azt mondja, nem sokat változott az állapota. Egy kicsit rosszabb. Előfordul, hogy már engem sem ismer meg. Máskor viszont, éppen olyan, mint régen volt. Csillognak a szemei. És ugyanúgy mosolyog, mint hajdanában. Persze, hogy hozd ki abba. Mindegyütt leszünk, vigyázunk rá. A gyerekek is nagyon örülnének, ha mindkét nagyszülő itt lenne karácsony este. Igazam. Neki is jobb, ha együtt van a családdal. Figyelj, kis öreg! Mit keres itt bent a kutya? Vidd ki, sétáltasd meg! Menjetek. Jó, csak! Jó, na menjünk! Na, vidd a kabátot! Valami baj van, fiam? Dehogy, mi lenne? Parancsoljatok! Ennyi, nincs több. Végeztem? Miért? Hová rohansz? Rendezvúd van? Hagyjál már, apa. Tényleg hagyd békén. Kösz, elvihetem a kocsit? Kösz, apa. Épp olyan, amilyen te voltál ilyen idős korodban. Gomolyan mondod?
Szerintem Sarah-ra hasonlít. Ugyan, dehogy. Épp olyan, amilyen te voltál. Képzelitek ezt karácsonykor, ha jusszomja, nem lehet-e inni valamit? Nézd csak oda! Anya, kávé? Egy szabadba kerül már hozzá is. Figyelmes vagy, de én nem erre gondoltam. Kávé? Hát, ha már ilyen szívesen nyílás. Te még túl kicsi vagy. Elég kislányom, hogy a másnap lesz. Köszönöm. Drágám, az összes ajándékot áthoztuk. Persze szépen becsomagolva. Nem fogsz tudni aludni. Kérlek, ne adj el, Sarah. Oliver, már elmondtam néhányszor, nem hagylak el téged. Pedig már most úgy érzem, mintha itt sem lennél. Olcsó trükkökkel akarsz befolyásolni? Én csupán szeretlek. Akkor ne nehezítsd meg a dolgomat. Hadd tegyem azt, amit a legjobbnak látok. Ha azt teszed, elveszítelek. Megígértem, hogy nem hagylak el. Annyi mindent ígértél. De soha nem hazudtam. Akkor miért voltál boldogtalan? Ezt soha nem állítottam. Csak most? Kiforgatod a szavaimat. Most mit csinálsz? Hová mész? Én ezt már nem bírom tovább. Minden éjjel ugyanezt végigjátszok. Inkább alszom a vendégszobában. Nem, azt nem engedem. Hagyj békén, Oliver. Szánalmas figura vagy. Számítsatok, hogy én is télapó leszek. Hagyjuk elegen a családba, találjatok valaki mást. Drágám, köszönöm. Kicsoda? Nem emlékszem erre a kislányra. Kösz kislány. Merre házszokat? Mi van benne? Fogalmam sincs. Nézzük, mi van ebben. Ó. Hát ez vajon mi lehet? A tiéd? Jó néz. Ó, hadd nézzem, mi ez. Várj, segíts. Na, húzd meg alulról. Ez mi micsoda? Iskolatáska. A papa tréfás ajándéka. Van még más is. Nézd meg, mi az? Ne tudom, a képi erre vágytam. Nézd csak ki. Nagyon kíváncsi vagyok. Ó, anya. Ez gyönyörű. Ideje, hogy legyen már egy rendes jegygyűrű. Ez igazán gyönyörű. Kész a vacsora, kiéhes? Igaz is, itten ide jönni valami. Akkor menjünk. Megijesztetek, igaz? Gyere, drágám, menjünk vacsorázni. Te gyönyörű, húzd az ujjadra. Papa, vedd fel a papucsodat. Na, gyerünk! Most hová megyünk? Az ebédlőbe vacsorázni. Ki maga? És mit keres az anyám hálószobájában? Phyllis. Drágám, én vagyok George. Persze, tudom. Ő meg a fiunk, Oliver. Már emlékszem. Hát akkor éppen ideje, hogy végre átmenjünk az ebédlőbe vacsorázni, mielőtt mindenki ül gyertek. Én már nagyon megijesztem. Mindenki keressen egy jó helyet magának. Ügyele. Én a tál közelébe szeretnék ülni. A mama szeretne bejelenteni nektek valamit. Valójában nem is tudom, hogy kezdjem el. Van egy borzasztó régi vágyam, gyerekek. Szinte magamnak sem mertem bevallani.
De most úgy néz ki, teljesülhet ez a vágyam. Bár sok bonyodalmat fog okozni a családunk életében, mégis szeretném, ha mellém állnátok. Mama, ne beszélj, teres vagy. Iskolába fogok járni. Ugyan, anya. A mamák nem járnak iskolába, legalábbis, ha nem muszáj. Épp erről van szó, Sam. Nekem muszáj. Fölvettek egy írókurzusra a Michigani Egyetemre. És szeretnélek megelőzni benneteket. Ne mondjátok ki, amire gondoltok. Az egész kurzus mindössze 2 évig tart, és ez alatt hétvégeken, szünetekben, ünnepek alatt mindig itthon leszek. Itt hagysz bennünket? Nem hagylak itt benneteket. Én csupán tanulni szeretnék. Én ezt akkor sem értem. Összeveszitek apával, vagy mi van? Más nem vesztünk össze apával. Egyedül döntöttem ebben az ügyben. Egyik őtöktől sem kértem tanácsot, de nagyon szeretlek benneteket. Akkor ne menj el. Azt nem tehetem benn. El kell mennem. Tényleg elmész, mama? Miért? Nem, Sam. Nem hagylak el benneteket. Csak hétközben nem leszek itthon. Akkor sem menj el, mama. Maradj velünk, kérlek. Értsd meg. El kell mennem, kisfiam. Ha tényleg menned kell, és szeretsz bennünket, ahogy állítod, miért nem viszel magaddal minket? Itt hagynátok a barátaitokat, az iskolát? Egy kis lakásban zsúfolodnánk, miközben én dolgozatokat írok. Hát miféle élet lenne, azt gondoljatok bele! Melissa! Ide figyelj, mama. Én megértem, hogy el akarsz menni. Elfogadom. De miért? Miért most? Addig nem várhatnál, amíg Sam egy kicsit nagyobb lesz? Eddig is túl sokáig vártam benn. Vagy most megyek, vagy soha. Apa, te mit szólsz ehhez? Ez a mama döntése, Ben. És azt hiszem, ő úgy gondolja, amit tesz, helyes. Most mit csinálsz? Pakolok, holnap elutazom. Azt mondtad, hogy még nem... Tudom, mit mondtam, de ebből még egy hetet nem bírok ki. Ebben az esetben nem egyeztem volna be. Gondolom. De érdekel is ez téged. Ellentmondás nem tűrően közölted velem a döntésedet, még csak meg sem szólalhattam. Mit mondhattál volna? Na vajon mit? Mondd, figyeltette egyáltalán a gyerekeid arcát ma este? És meghallgattad az érveiket? Csak a szívüket törted össze. Én pedig álltam és engedtem, hogy megtedd ezt a gyerekeimmel. Azt hittem, a mi gyerekeink. Nem. Azok után, amit ma este tettél velük, többi már nem. Idővel majd hozzászoknak az új helyzethez. Tudom, hogy mindhárman erősek. Megértenek majd. Biztosan. Vigyázzatok magatokra. Rád bízom a többieket is be. Vigyázzunk. Melissa, nagyon szeretlek. Sam kisfiam, ölelj át. Légy jó kisfiú. Viszlát. Nyugodj meg, Sam. Nyugodj meg. Alig 2 hete, hogy azt mondtam Daphne-nek, az én életem tökéletes. Igen, ilyesmit mondtam. Nevetséges, de úgy is gondoltam. A feleségemet őszintén szeretem. Álomvilágban éltem. És azt hittem, ez örökké tart. Örökké? Úgy látszik, ez is csak viszonylagos fogalom. Anyádat látogattam meg, fiam. Aztán telefonáltak az iskolából, hogy Sam rosszul van, hát elmentem érte, hazahoztam és lefektettem a te régi szabádba. Gondolom, még alszik. Jobban van már? Most már jobban. Ugye emlékszel Margaret Porterre, a szomszédunkra? Hello. Persze, hogy emlékszem. Üdvözlöm meg.
végül. Őt kértem meg, maradjon egy kicsit szemmel. Sokkal jobban van. El kell mennem, maradjanak, kitalálok. Köszönjük. Köszönöm. Meg, viszlát. Szóval, mikor és tulajdonképpen miért ment el Sarah? Sam nem mesélt semmit. Semmit? Én magam igyekeztem valahogy megérteni az eseményeket. Miért nem beszéltél erről, fiam? Én sem tudom, apa. Talán azt hittem, ha kevesebben tudnak róla, olyan, mintha meg se történt volna. Végül is csak 2 évig tart az egész, nem olyan hosszú idő. A hétvégeken és a szünetekben itthon lesz. És amióta elment volt már itthon? Nem, még nem. A jövő hétvégén itthon lesz. Fiam, ha bármire szükséged van, hívjál fel. Bőven van időm, hisz tudod, anyád visszament az intézetbe. Szia, apa! Szevasz, kis öreg. Szia. Köszönöm, apa. Minden olyan zavaros, amióta anya elment. Az én anyám sincs itthon soha esténként. Gyere, szerezzünk egy kellemes estét magunknak. Sam, legalább vasárnap fejezd be az ebédedet, mielőtt megeteted a kutyát. De apa, ő is éhes. Akkor úgy látszik, csak a kutyának ízlik a főztöm. Sam, egyél! Ben, jó késő jöttél haza az este. Ennyire komoly a dolog? Talán. Azzal egyszer, hadd ismerjem meg. Fölhasszom. Eleget tettem már? Jól van, befejezheted. Miért nem hozod el egyszerben? Szeretném megismerni. Hagy már, ez jó. Mindenki nagyon jól tudja, hogy miért jársz vele. Akkor hívd a rendőrséget. Mit gondolsz róla? Talán nem tudja az egész város, hogy Rod Hart a nagy szerelme. Milyen kíváncsi lettél hirtelen? Nem. Ne is haragudj, Sarah, ezt én már nem tudom követni. Először azzal jöttél, hogy mindannyiunknak szüksége van némi távolságtartásra, ami szerintem marhaság. Aztán kitaláltad, hogy nem jössz haza, mert nincs lakásod. És miután már lakás is van... Nem, egy frászt! Nem értem meg. Egyikünk sem érti, miért nem vagy hajlandó hazajönni. Igen, persze. Jól van. Jó, megmondom nekik. Viszlát. Figyelj, most így lépek. Tudsz mindig így kifogni rajta. Most láthattad a saját szemeddel anyád mennyire rendbe jött. Épp ezért úgy határoztam, hazaviszem. Véglegesen. Apa, jól meggondoltad. Nincs állandóan ilyen jó állapotban, mint most. Nagyon hiányzik nekem, fiam. Bármit megteszek, csak legyen velem otthon állandóan. Persze, ezt megértem. Viszlát, holnap a suli van. Kösz. Mivel kedd van és nem hétvége, megkérdezhetem, miért jöttek ilyen késő haza? Én szóltam, hogy próbám van az iskolában. Én kosáredzésem voltam. Egészen 4:30-ig. Hát, utána még bekaptunk egy hamburgert. Olyan nagy dolog? Bizony az. Nem értem, mi történt veletek. Azért, mert anyátok elment. Ne képzeljétek, hogy többé nem érvényesek a megállapodásaink. Ajánlom, jegyezzétek meg.
Ugyanazok a szabályok érvényesek. Ha az iskolában nincs több dolgotok, hazajöttök és itthon maradtak. De még fontosabb, hogy mire én hazaérek, itthon legyetek. Világosan beszéltem. Ha világosabb lennél, már virágítanál. Szeretném, ha nem okoskodnál. Te akarod betartani ezeket a szabályokat? Egyszer sem vagy itthon 9 előtt, de ha végre hazaérsz, arra sem vagy képes, hogy hozzánk szóljál. Akkor most mit akarsz? Jöjjek haza és üldögéljek a halban? Ez az otthonod. Igen, egyelőre még az. Ha azt hiszed, olyan könnyen boldogulsz egyedül, parancsolj. Próbáld ki. Utoljára figyelmeztetlek. Már 2 hónapja más se teszek, de most már végérvényesen elfogyott minden türelmem. Elmehetek? A szobádba. Persze. Szerintem normális dolog, ha egy gyerekből így tör ki a felgyülemlett feszültség. Egyébként ez a pszichológusok véleménye is. Adj még nekik időt, Oliver. Hozzá kell szokniuk a helyzethez. Tudom, tudom. De vajon meddig tart még? És vajon én magam túlélem az egészet? Könnyű neked. Bármi bajod van, a bácsikád mindent elintéz. Neked viszont én segítek azzal, hogy meghallgatlak. Tessék itt meg. Mi történt abban? A kocsit javítottam. Oda jött hozzám, azt mondta, menjünk vásárolni. Persze feleltem, rögtön kész vagyok. Gondoltam, ez jó jel, anyád végre ki akar mozdulni otthonról. Nem hittem volna, hogy elindul egyedül. Nekivág a városnak, mint amikor még egészséges volt. Az autóbusz vezetője észre se vette. Csak miután a busz alá esett. George! Gyere, légy szíves! Sajnálom, George. Te magad is láthatod. Ezen a görbén itt semmiféle nyoma sincs bármilyen nagy tevékenységnek. Akkor anyám alatt. A teste még életben van ezeknek a műszereknek a segítségével. De az, akit mindketten szerettetek, már nincs többé. Sajnos semmivel sem biztatotlak benneteket. Azt várod tőlem, egyezzen bele, hogy kapcsolt ki ezeket a műszereket. Rajtod áll, hogy döntesz. Phyllis és én 46 éve vagyunk házasok. Évekig várt rám a háború alatt. Várt rám, mert azt ígértem neki, visszatérek hozzá. Amíg beteg nem lett, egy éjszakát sem töltöttünk külön, csak amikor kórházban volt, Oliver születésekor. Mintha csak elaludt volna. Egyelőre még fogalmam sincs, hogy döntsek. Talán később. Szia, Melissa! Szia! Apa tudja, hogy elmentem? Á, nem hiszem. Van hír nagyiról? Nincs. Szegény nagyapa. És szegény te, ha apa ezt elolvassa. Mi az? Az igazgató helyettes küldte apának. Vajon miről ír benne? A nemekegyeidről vagy arról, hogy megbuktál? Már sejtem.
Ben? Késő van. Hol voltál? Csak a városban. Ne haragudj, apa. Jobban lesz a Magyi? Ha nem történik csoda, nem. Meg fog halni. Bejöhettél volna a kórházba, ha éppen itthon vagy délután. Egyelőre még a családhoz tartozol. Már megint én vagyok a hibás. Mióta vagyunk mi egyáltalán család? Amióta megszülettél, fiam. És addig, amíg én élek. Sarah legutóbb közölte, úgy érzi, most már ideje, hogy találkozzon a gyerekekkel. Ki tudja, talán csak bűntudata volt. Így aztán a hétvégén fölkerekedtünk, jókorán elindultunk, és délre meg is érkeztünk. Kisfiam! A srácok nagyon izgatottak voltak. Szia! De én is. Szia! Szia neked is. Nem hittem volna, hogy vállalkoztok a hosszú útra. Vigyázzatok, gyerekek! Gondoltam, legalább hétvégén használjuk ki a kocsit, nagyon szép ez a... Igen, tényleg. Menjetek fel a második emeleten, lakom a 14-es szobában, pakoljatok le nyugodtan. Egy perc és megyek én is, jó? Nincs kedved sétálni egyet a kertben? Dehogy nem. Menjünk. Menjünk. Nagyon szép ez a vidék, gyönyörű kiránduló helyek vannak a környéken. Oliver, amikor azt kértem, hadd találkozzam a gyerekekkel, én egyáltalán nem gondoltam, hogy... Nem gondoltad, hogy én is eljövök velük, ugye? Persze, miért is hitted volna, hisz én csak a férjed Oliver. Vagyok. Csak semmi Oliver. Sarah, amikor eljöttél otthonról, megkérdeztem, el akarsz-e hagyni? Azt felelted, nem. Csak egyetemre szeretnél járni. Így volt? Persze, hogy így volt, de megváltoztak a dolgok. Nem! Semmi sem változott, Sarah. Számomra nem. Én még mindig szeretlek. 20 éve egyfolytában szeretlek. Bár most éppen jó okom lenne rá, hogy ne szeresselek. Képtelen vagyok megtenni. Ezért nagyon kérlek, gyere haza. Gyere. Nem mehetek. Legalább hadd töltsem veled a mai éjszakát. Oliver. Miért nem? Miért nem? Talán van valakit? Mondd meg! Miért ne ismerhetnénk meg néha új embereket is? Új embereket? Le akarsz feküdni valaki mással? Oliver! Pontosan ezt akarod? Én kevés voltam. Vagy tesztelni akarsz? Összehasonlító vizsgálatokat végezni, mielőtt eldöntöd, visszajössz-e vagy sem? És ha ezt akarom? De a feleségem vagy. És gyerekeid vannak. És nő vagyok. Nem pedig kurva! Ne, Sarah, bocsáss meg. Nem gondoltam komolyan. Dehogy is nem. Nem, nem. Komolyan gondoltad. Drágám, mi történik velünk? Én nem tudom. Szeretlek. Én is szeretlek, Oliver. Csak azt nem tudom, mennyire vagyok még szerelmes beléd. Ezért akarok egyedül maradni egy kis ideig. Otthon megpróbáltam valamiféle normális kerékvágásba terelni az életünket. Csupán néhány hétig tartott. Na, srácok, a mamának lesz egy hét tavaszi szünete. Szeretné, ha vele töltenétek ott az egyetemen. Ez nagyszerű! Annyi jó felsrácot láttam ott a múltkor is. Rám ne számítsatok. Ugye te is eljössz velünk, apa? Nem, kicsim. Én most nem megyek veletek. Miért nem? Megint összevesztetek a mamával? Nem. Szerintem igen, és most így akarod megbüntetni a mamát. Megbüntetni? Tudod, Melissa, a mama nem akar találkozni velem. Éreztem, hogy engem hibáztattatok, amikor ő elment. Talán most is így gondoljátok. De az még egyikőtöknek sem jutott eszébe. Csak egy percre legalább. Hát, ha mégsem én vagyok a hibás. Akkor anya miért ment el? Legyek őszinte. Fogalmam sincs. De annyi biztos, amióta ő nincs itthon. Én úgy érzem, mintha
Az egyik felem hiányozna, és ebbe lassan bele lehet őrülni. A házasságom fölbomlik. Az anyám kórházban fekszik, de én itt vagyok. Igyekszem több lenni, mint az apátok. Bár nagyon jól tudom, nem lehetek egyszerre apátok és anyátok, mégis folyton próbálkozom. Újra és újra próbálkozom. Mert számomra ti vagytok a legfontosabbak a világon. Nagyon szeretlek benneteket. Oliver! Hallottad már, milyen finom kis pletykát terjesztenek széltében hosszában? Finomabb még Samson kisasszonynál is. A főnök téged fog fölkérni Los Angeles-i irodavezetőnek. Fizetésemelés, előléptetés, túl sok a jó hír egyszerre. Nekem nem hiszed el a pletykát? Már én is hallottam. Hinckley mondta ma reggel. De Barry csak szeptemberben megy nyugdíjba. Addig még van időm eldönteni. Miért ez a te számodra kérdéses? Egyetlen biztos pont sincs most az életemben. Jó, tudom. Tessék. Ben igazgatója. Persze, kapcsolat. Ki az a Bobby Cover? Egy lány. Vele járok most. Kidobták az iskolából. Zűrös a családi élete. Na minden. Tudsz róla, minek kérdezősködsz? Mert az igazgatód szerint azóta van baj veled, amióta vele jársz. Segíteni szeretnék rajta. Ő ezért hálás nekem, hallgat rám, és amióta... Érted? Jól meg vagyunk együtt. Biztosan. De mostantól vége. Ha nem javítasz a jegyeiden, tudod, mi lesz? Az iskola nem javasol Princetonba, tehát nem járhatsz egyetemre. Először is. Eszembe sincs otthagyni Bobit. Érted? Másodszor. Egy csöppet sem érdekel Princeton, de a középiskola sem. Ma abba hagytam. Állást kaptam, dolgozni fogok. Kell a pénz. És mire? Lakásra. Bobival összeköltözünk. Jóságos atya úristen. Ben, mi ez? Gyereke lesz. Én vagyok az apa. Na jó, Ben. Ebben nem kell belemenned, kifizetem az abortuszt. Nem, nem. Jó, jó, akkor nem. Akkor szülje meg a gyereket, és ajánlja fel nevelő szülőknek. De nem állsz ebbe bele, tönkreteszed az egész életedet. Nagyon jól tudom, hogy mit csinálok. Igazán. Ó. Ben, várj! Apának lenni nem csak annyit jelent, hogy egy éjszaka jól éreztem magam valakivel. Hagyj ezzel a dumával! Nem tudod, mibe keveredsz bele. Talán. Lehetséges. Lehet, hogy nem tudom, viszont egy dolog biztos. Ez az én ügyem, és én fogom megoldani. Én elhiszem, hogy te szeretnéd megoldani. De előfordul olyan eset, amikor hiába próbálkozom. Mert egy feleség mindent tönkretesz. Ilyen nem lesz. Túl fiatal vagy. Nem akarok rád hasonlítani. Micsoda? Azt hiszem, vak vagyok. Tudom jól, te kényszerítetted a mamát, hogy rögtön hozzád menjem, pedig sohasem szeretett téged. Igen. Szervusz, apa. Jó, már is indulok. Rendben, viszlát. Az elmúlt hónapban minden nap itt ültem az ágya mellett. Valami csodában reménykedtem. Őszintén hittem a csodában. Most már viszont be kell látnom. Nincs többé semmi remény. Még jobb, ha... megteszem, amit meg kell tennem. Anya is ezt akarná, apa. Nagyon szeretett téged.
Isten veled, mama. Nagyon szeretlek. Tudom, hogy sem a hely, sem az idő nem alkalmas, de nem tudom, mikor lesz ismét alkalmunk négy szem közt beszélni. Értsd meg, el akarok válni. Ez szerint van valakid. Ezt honnan veszed? Megéreztem. Nem vagyok olyan ostoba, amilyennek látszom. Vagy amilyen ostobának te tartasz engem. Én még mindig szeretlek. Ó, miért mondasz most ilyeneket? Mert ki kell mondanom, mert ez az igazság. Bár lehet, hogy valójában nem is téged szeretlek. Talán csak azt, akinek hittelek. Már nem is tudom. Őszintén mondom, már nem is tudom. Nagyon kérlek, ne csináld ezt. Soha nem felejtem el apám tekintetét, amikor utoljára megfogta anyám kezét. Az éveken át egymás iránt érzett szerelmük mind benne volt ebben a tekintetben. Egész életemben ilyen szerelemről álmodoztam én is. Sőt, azt hittem valójában a mi szerelmünk ilyen. Ha így is volt, vége. Most hazaviszem apámat, aki magányosan fog élni ezen. A gyász végig kíséri hátra lévő napjait, és soha nem felejti el azt, akit szeretett. Abban a pillanatban, életemben először pontosan tudtam, apám mit érezhet. Mama halála és a folyamatban lévő válás kissé összehozta a családot. Mivel Sam és Melissa az anyjukkal töltik a nyár többi részét, július 4-ére szerveztem egy kis ünnepséget. Apa elhozta a szomszédját, Maggie Portert. Ben a terhes Bobbyval érkezett. Sajnos ők nem velünk élnek, ezért ritkán látom őket. Melissa igazán az én kislányom, csak hát egyre nagyobb. Sam nem betegeskedett, rendesen járt iskolába, s újabban éjszaka már nem bújik az ágyamba. Így aztán egyedül alszom éjszakánként. Nem is olyan iszonyatos érzés. Charles Sampson nálatok dolgozik? Aha.
Óriási az a nő, a haja pedig egészen fantasztikus. Ha ezt elmesélem Cindynek, el se fogja hinni. Ennyire tetszik neki? Imádi valóna. Beszéltél a gyerekeknek a Los Angeles-i állás lehetőségét? Nézd, ők nem egyeznének bele. És ha ők nem jönnek, akkor nem vállalom el az állást. Ezt magyarázatként mondod, vagy kifogást keresel? Hm? Los Angeles, komolyan? Hát ez baromi. Hm? Ugye, megmondtam. Ez azt jelenti, hogy jó? Sőt, szenzációs. Már is elmesélem a lányoknak. A kutyát is visszük, apa. Mivel a családhoz tartozik, természetesen visszük. Nagyszerű. Na és, nektek mi a véleményetek? Szerintem feltétlenül vállald el. Tudjátok, a cég több házat is felajánlott, és képzeljétek, az egyikhez vendégház is tartozik. Ez most igazán azt jelenti, hogy Hollywoodban élnénk? Közben mi maradunk, apa. Az én életem, a kettőnké már ide köt bennünket. Van lakásunk, van jó állásom. Értem, de ráértek majd később is dönteni erről. Van rá még 2 hónapotok. Jó, apa. A cégtől bútorozott lakást kaptam, úgyhogy otthonról nem viszünk el semmit. Szerintem nézzetek körül a lakásban, és hozzatok át ezt-azt. Lehet, néhány könyvet meg lemezeket. Itt most ne nagyon néz körül, mert tudod, Bobby az utolsó hónapban van, és... Ben, végül is miért nem jöttök velünk Los Angelesbe? Ezt már megbeszéltük. Nem tehetem, érted? Mert én ide tartozom. Ennél azért többet érdemelnél. Lehet, hogy igazad van, de légy türelemmel. Ne kezdjünk erről megint vitát. Jól van. Tessék, szeretném, ha ezt eltérjük. Nem a tiéd, ne. A gyereké. Nézd, apa. Semmiben nem szenvedünk hiányt. Hidd el, komolyan mondom. Miért vagy ilyen makacs? Hm? Elegáns, mi? Hm? Hiányozni fogsz. Iszonyúan. Furcsa ez, apa. Minden dobozokban, és hamarosan költözkedünk. Elég, mintha tegnap pakoltunk volna be ebbe a házba. Ezeket a rózsákat még a mama ültette. Sarah nem törődött velük, de a mamának mindig sikerült életre kelteni őket. Ezek is hiányozni fognak. De az emléküket megőrizheted. Örökre. Valami baj van, apa? Mintha napok óta bántana valami. A költözködés. Talán úgy gondolod, rosszul döntöttem. Nem, nem gondolom. Akkor jó. Fiam. Meg és én összeházasodunk. Nagyon szerettem anyádat, fiam. Senki más nem tudnék többé úgy szeretni. Viszont nem bírom tovább a magányt. Nem nekem való az. Vagyunk így néhányan. Meg itt tényleg remek asszony. De kíváncsi vagyok, neked mi a véleményed? Őszintén? Hát hogyne. Egyáltalán nem örülök neki. Korainak tartom. Fiam, én az anyádat évekkel ezelőtt vesztettem el. Amikor a betegség első tünetei jelentkeztek nála. Ez nem azt jelenti, hogy nem szerettem, vagy hogy nem fogom őt szeretni egészen a halálom napjáig. Viszont a hátralévő időmet meg kivel szeretném leélni. Örülnék neki, ha legalább megpróbálnál megérteni. Halló? Gyere, a fiad! A kórházban vannak. A neve Alexander Wendell Carver. Ugye szép gyerek? Csodaszép fiam. Alexander Carver. Hát, mivel Bobbyval nem házasodtunk össze. Én szerettem volna, de szerintem még korai. Úgy látom, mehet. Vigyázzatok magatokra. Viszlát! Figyelj csak, Ben. Bobby néhány napig bennmarad a kórházban. Nincs kedved arra a kis időre hazaköltözni.
Igaz, már összecsomagoltunk, de fekvőhely még akad. Melissa és Agnes pedig boldogan ellátnának jó tanácsot. Na, jössz? Igen, boldog. Jól van. Menjünk. Agnes, majd csinál valami finom vacsorát. Boldog voltam, hogy Ben velünk töltött pár napot. Igaz, a Kaliforniába költözés elől még mindig elzárkózott. Apa és Maggie az elutazásunk előtt összeházasodtak, és a Karibi-szigetekre mentek nászútra. Ha kissé nehezen is, de végül beletörődtem a házasságukba. Ben eltökélte, hogy mindenképpen itt folytatja az életét. Tulajdonképpen csodálom ezért. Bár annak is örülnék, ha én biztosíthatnék neki biztonságos otthont. Gyere, ugolj be, Andy! De hát lehet az ember az apja valakinek, aki már saját maga is apa. Ne, nem lehet. 2000 mérföldnyire megyünk, de a telefon működik. Tudom. Viszlát. Szia. Indulás, gyerekek. Szia, Ben. Sam, vedd ül, Ben. Minden jót nektek. Viszlát. Los Angeles óriási kalandot jelentett a gyerekeknek. És őszintén szólva az angyalok városa engem is megigézett. Az ügynökség egy mérhetetlenül drága házat ajánlott fel, amit a cég szó nélkül kifizetett. Ez lesz a ház? Ez bizony. Juanita, a gyerekeim, Sam és Melissa. Mutassa meg nekik az úszómedencét. A gyerekek hamar beilleszkedtek az új környezetbe. Sam jól érzi magát az iskolában, Melissa rengeteg barátot szerzett. Igaz, Ben nagyon hiányzott a családból. Nem tudom, ezt a hiányt lehet egyáltalán pótolni. De a legfontosabb az volt, hogy a hálaadás ünnepére mindenki megszokta az új környezetet. Bár kissé szokatlan volt 40 fokos hőségben fogyasztani el az ünnepi pulykát. Jól van, apa. Üdvözlöm Margaretet. Úgy van. És boldog ünnepeket neked is. Viszlát. Nagyapa, szerint mi a baj Ben telefonjával? Azt mondja, szerinte valószínűleg kikapcsolták. Boldogan kifizetném helyettük a számlát. Apa! Jól van, nem szólok bele. Egyébként megvettem a repülőjegyeket, úgyhogy a karácsonyt a mamával töltitek. 20-án indultok, 2-án jöttek vissza. Apa, nem lenne kedved neked is velünk jönni? A mama, tudod, szakított a barátjával, és ez eléggé megviselte. Ez nem jó ötlet, kicsim. Miért nem? Inkább egyedül leszel. Igen, egyedül, de nem fogok unatkozni. Nagyon sok a dolgom. Viszont egy szívességet kérek tőletek. Mit? Látogassátok meg Bent. Szerintem rettenetesen boldog lenne, ha találkozna veletek. El akarok menni egy ünnepi vacsorára. Bobby, hadd vegyek legalább levegőt. 20 perce még asztalokat pakoltam, és egy óra múlva pedig a benzinkútnál kell lennem. Te legalább kimozdulsz a lakásból, de én egész nap itt ülök bent a gyerekkel, és hallgatom a sírását. Hát a gyereket nem hagyhatod magára. Miért ne beszélsz akkor anyámtól? Hogyan? Elköltözött. Elköltözött? Igen. Tegnap Kaliforniába. Ahová az apád is. Vele kellett volna menni. Bobby, hát, amikor terhes lettél, megígértem, hogy gondodat viselem. Én. Nem az apám, én. Gyere, Alex. Gyere kicsim a papához. Nyugalom, semmi baj. Nyugalom. Tudod, Ben, valamikor jó srác voltál. Most egy rakás szerencsétlenség vagy. Mivel Sam és Melissa elutaztak, én nyugodtan a munkába temetkezhettem. Az egyik délután pihenésképpen megnéztem az új parfümhirdetésünk felvételét. Jó, köszönöm. Jó napot. Üdvözlöm. Igazán látványos környezet. Szabad, hadd segítsen. Köszönöm. Nagyon hatásos lesz, Samson kisasszony.
Örülök neki, de Charlotte vagyok, Patson úr. Már találkoztunk Chicagóban egy évvel ezelőtt. Én emlékszem, de nem voltam benne biztos, hogy maga is. Bizonyos dolgokat nem felejt el az ember. Én azóta ide költöztem Chicagóból. Ez egészen más világ. De jól érzem magam, nagyon jó. Várja ki a végét. Itt is el tudnak szabadulni az indulatok. Üljön le. Ah, köszönöm. Már én 10 éve élek itt, még mindig úgy érzem magam, mint Alice csodaországban. Magát mi szél fújt errefelé? A munkahelyem. Aha. És mivel töltött az idejét, amióta itt van? Dolgoztam és letelepettem. Én nemíg elléptem ki az irodámból és a lakásomból. Hát ez nem túl szórakoztató. Vacsorázni sem volt sehol? De, egyszer már voltam. Elvittem a gyerekeimet egy Hard Rock kávéházba. Legalább 100 évesnek éreztem magam, és teljesen megsüketültem. Hány évesek a gyerekei? Van egy 18 éves fiam, egy 16 éves lányom és egy 10 éves kisfiam. A nagyfiú a keleti parton maradt. A feleségével? Nem. A feleségem és én elváltunk. Charlotte, készen vagyunk. Oh. Mondja maga, keleti betolakodó, nem lenne kedve elfogyasztani a társaságomban ma este egy szolid vacsorát? Szolid vacsorát? Igen. Egy olyan helyen, ahol nem érezné magát 100 évesnek. Szívesen. Köszönöm a meghívást. Remek. Visszajön, mire itt végzek? Nem tudom. El sem megyek. Dinamittal se tudnának innen kirobbantani. Ezt ne kétszer. Megviselhette magát. Valóban. De szerencsére már túl vagyok rajta. Na és maga? Már eleve színésznőnek született? Nem egészen. Manöken képző iskolába jártam, aztán különböző tévésorozatokban, szappanoperákban játszottam, többnyire jelentéktelen szerepeket. Hát, ha ez maga szerint színészet, akkor meghagyom ebben a hitében. Minden esetre jobban érezném magam a Broadway-n. Úgy látom, elégedetlen. Pedig tudja, a lányok, beleértve a sajátomat is, a lelküket eladnák mindazért, amit maga már elért. Ez elég szomorú, nem? Egyébként nem vagyok elégedetlen. Inkább mondjuk, hogy realista. Az a lényeg, hogy bárhogy alakul is az életem a későbbiekben, ne veszítsem el azokat a dolgokat, amelyek igazán fontosak az ember számára. Mire gondol? Házasság, gyerekek, család. Azt hiszem, az a legszebb a világon, amikor este ágyba bújik az ember a férjével, és odajön a gyerek, csúszik, mászik közöttünk, aztán mindannyian alszunk másnap délig. Ez szép, de fantáziálás. Majd rá fog jönni. Én már is kiábrándítom. Egyetlen kisgyerek sem képes másnap délig aludni. Sajnos. Holnap nagyon korán kell kezdenem. Ugye találkozunk még. Például, mondja, mit csinál karácsonykor? Nincs semmiféle tervem. Nagyszerű. Most már van. Mondd, Ben, Bobby mindig elmegy, ha te itthon vagy. Ez óriási, Melissa. Micsoda háziasszony vagy. Dehogy is, csak iszonyú éhes lehet. Tudod, Ben, szörnyen nézel ki. Kösz, te viszont csinos vagy. Bobby hazajön valamikor? Igen, remélem. Nem is tudom. Figyelj, Ben! Én tovább utazom, mert anyával töltjük a karácsonyt. Viszont 2-án megyünk vissza szemmel apához. Apa boldog lenne, ha eljönnél velünk. Ez az otthonom. A francba, Ben! Ezt te ne nevezd otthonnak! Mikor takarított itt utoljára Bobby, vagy mikor főzött? Nem mehetek el innen, Alex nélkül semmiképpen. Nem vihetem el a gyereket csak úgy Bobby beleegyezése nélkül. Nem is vagyunk házasok. Hál' Istennek. Igen. Ez fantasztikus film volt. Nagyon nehéz lesz túlszárnyalnom, ha majd én is meghívom magát. Ha nem vigyázok, a végén még elcsavarja a fejemet. Remélem, sikerül. Mit szólna egy kávéhoz? Remek. Hát ez meg hogy került oda?
biztos a Jézuska hozta. Megbízható forrásból tudom, hogy magának szánta. Nyugodtan nyissa ki. Ó, Oliver. Milyen gyönyörű. Boldog karácsonyt, kedves állat. Köszönöm. De most zavarba hozott, én nem vettem semmit magának. Dehogy is nem. Ez az ajándékom, ez a gyönyörű este magával. Nagyon köszönöm. Telefonálni szeretnék a gyerekeimnek, úgyhogy indulnom kell. Ó, kérem, ne! Nincs annál szörnyű, mint amikor az ember egyedül ébred fel karácsony reggelén. Van odafönt egy szép vendégszobám. Külön telefonnal. Rendben. Ez a legjobb ajánlatom az idén. Elfogadom. Hogy segítsek ezt föltenni. Van mellette egy pici csavarhúzó. Csak meg kell lazítani a csavart. Itt. Pontosan itt. Jó reggelt. Boldog karácsony. Jó reggelt. Remélem, jól aludt. Mint a bunda. Úgy érzem magam, mint egy szállodában. Igazán köszönöm a bókot, uram. Frissen készült, remélem. Hát sajnos dobozos. Csak házias vagyok, nem megszállott. Boldog karácsony magának is. Hát ezt igazán... Árulj el, honnan szerezte. Jézuska, nyissa ki. A nagyapámé volt. Tetszik? Nagyon szép. De ilyen ajándékot nem fogadhatok el. Szeretném, ha elfogadná. Maga nagyon különleges ember, Oliver. Ezért ez a karácsony is rendkívül különleges számomra. Sajnos most nem utazhattam haza. De mégsem sajnálom annyira, mert tudom, hogy csak magával lehetett ilyen szép ez a karácsony. Ezért fogadja el. Vigyázzon rá, és ne felejts el ezt a karácsonyt. Ó, Charlotte. Mindössze 4 napja ismerjük egymást, de úgy érzem... Tudom. Én is úgy érzem. A nevem Ben Watson. Szeretnék apámmal beszélni, de nem veszi fel a telefont. Néhány órája telefonált, és megadott egy másik számot. Várjon, rögtön kapcsolom. Várok. Szerinted hány óra lett? Várj, gondolkodom. Kihagytuk a reggelét, az ebédet. Egyik sem hiányzik. Halló? Egy pillanat, a fiad Ben. Ben? Apa, Bobby itt hagyott, elment. Ben, nyugodj meg, fiam. Mégis, hogy történt? Egyszerűen elment, fogta a gyereket és meglógott. Nem tudom, hova mehetett, nem tudom, mit csináljak. Ben, hallgass rám.
menj el az O'Hara utazási irodába. Hívj fel onnan, én pedig elintézem, hogy ide utazhassál. Ez iszonyú, apa. Elvitte Alexet. Ben, hallgass rá. Én elintézek mindent. Nagyon kérlek, gyere haza. Rendben? Kérlek, gyere haza. És én mindent megpróbáltam. Apa, kérlek. Ben, elhiszem, fiam. Szeretlek, apa. Én is szeretlek. Örülök. Köszönöm. Viszlát. Viszlát. Benjamin, van önnek arról valami fogalma, mi mindent igényel egy kisgyerek ebben a korban? Bírónő, amíg a kliensem és Bobby Carver együtt éltek, addig is főként Ben viselte gondját a gyereknek. Köszönöm a megjegyzést, de azt szeretném, ha Benjamin válaszolna a kérdésre. Hallgatom. Értem, asszonyom. Amíg Bobbyval együtt éltünk, én többet foglalkoztam a gyerekkel. Bobby sokszor elment otthonról, és szinte rá sem nézett a gyerekre. Tehát maga jobban gondját tudta viselni? Hát, eleinte persze nem, de beletanultam. És mit tanult? Mindent. A szokásos dolgokat, tisztába tevés, etetés. Aztán idővel rájöttem arra, hogy nincs fontosabb a gyerek életében, mint hogy érezze a biztonságot, a melegséget, a szeretetet. Volt egy időszaka az életemnek, amikor anya otthagyta apát és minket gyerekeket. Akkor úgy éreztem, képtelen leszek még egyszer bárkit megszeretni ebben az életben. Alex döbbentett rá, hogy nem volt igazam. Apa számára is a gyerekek voltak a legfontosabbak az életben. Viszont én ezt csak akkor értettem meg, amikor Alexet a karomba tartottam. De meddig tart majd ez az érzés? Mit gondol? Megismerkedik egy lánnyal, beleszeret, összeházasodnak. És ha az új felesége nem akarja ezt a gyereket? Ha ragaszkodik ahhoz, hogy csak közös gyermekük legyen. Bírónő, kérem, bocsásson meg, de azt hiszem, amiről ön beszél, annak semmi köze a szóban forgó. Kedves ügyvéd úr, az ügyfelével beszélgetek. Benjamin, maga még most csak 18 éves. Tudatában van annak, milyen mérhetetlen felelősséget kell vállalnia. A gyermekért. Egész hátralévő életére. Igen. Ugyanis nem akárkinek a gyerekéről van most szó. Ugye, ő az én gyerekem. Az enyém, az én fiam. És egyszerűen nem értem, hogy ön vagy bárki más milyen jogon akarja... Benjamin! Elnézést, bírónő. Végül is én vagyok Alexander apja. Attól a perctől, amikor megszületett, és az apja maradok, amíg csak élek. Egészen biztos lehet benne. Mindig tudni fogom a kötelességemet. Hát erről van szó. Ah, Ben, gyere gyorsan. Igen, Jeremy, megjött be. Szerintem hadd tudja meg tőled a bíróság döntését. Jeremy. Igen, uram. Igen. Ez komoly. Biztosan igaz. Igen. Köszönöm. Remek. Végre! Nekem ítélték Alexet! Ez életetlen! Ez volt életem leghosszabb két hete. Akkor ma elhozzuk, rendben? Rendben. Elmegyünk a gyerekért, elmegyünk piacra. Rendben. Ne kapkodj, nyugalom. Kösz, apa, ez a te érdemed. Nem, fiam, ez a te érdemed. És büszke vagyok rád. Nagyon szeretek, apa. Hadd mondjak köszönetet a szeretetért, a bátorításért. Különösen
Különösen azért, amit az elmúlt két hétben kaptam tőletek. Ez a két hetes várakozás bizony megérte. Ígyünk Alexander Wendell Watsonra. Hosszú és boldog életet kívánok neki, meg a világ legjobb papájának. Csak a második legjobb. Éljünk soká. Mindkettőtökre. Igen. Oliver, sajnos meg. Add ide nekem. Sajnálom, de nem maradhatok tovább. Értem. Ben, hazaviszem Charlotte-ot, jó? Sajnos nagyon korán kelek holnap. Még egyszer gratulálok. Köszönjük, hát akkor viszlát mielőbb. Sietek vissza. Szia, apa. Szia, apa. Gyere hozzám, kicsi Alex. Hogy nyugodassák meg egy kicsit. Nagy fiú. Mondd meg Bennek, ne haragudjon, de szerepet kell még tanulnom holnapra, és korán is kezdtek. Charlotte. Tessék. Egészen másról van szó, ugye? Mondd meg. Nem. Egy Broadway produkcióban főszerepet ajánlottak nekem. Két hét múlva kezdődnek a próbák. Az ügynököm szerint itt hagyhatom a műsoromat egy szezonra. Elvállalod? Nem, előbb veled akarom megbeszélni. Miért? Nem akarom, hogy az újságból tudd meg. Tehát mégis elvállalod. Na de Oliver, főszerep egy Broadway produkcióban. És mi lesz velünk? Az esküvőnkkel, a házasságunkkal? Hát majd ingázni fogok. Vasárnaponként ide repülök, és egész hétfőn együtt. Drágám, kérlek. Állíts le magad. Charlotte, amikor megismertem Sarah-t, az úgy történt, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Ránéztem, és rögtön beleszerettem. Semmi, de semmi nem tarthatott volna vissza attól, hogy megszerezzem őt. Viszont Sarah ellenezte a házasságot. Fontosabb volt a karrierje, ezért azt mondtam, írjon nyugodtan. Én, amiben tudok, segítek neki. Végül összeházasodtunk. Aztán Sarah terhes lett. Emiatt egyáltalán nem maradt ideje az írásra. Sarah eleinte nem volt hajlandó lemondani Chicagóról. Igyekeztem meggyőzni arról, hogy az álmait a kertvárosban is megvalósíthatja. Így végül oda költözhettünk. Lassanként úgy éreztem, Sarah lemondott az álmairól. Azt hittem, már az enyém. De csak azt hittem. Az ember soha nem mond le az álmairól, Charlotte. Nem bizony. És rettenetesen tudja hibáztatni azokat, és átkozni azokat, akik nem engedik kibontakozni. Én soha nem tenném. Ne, valóban nem. Mert nem is adom meg neked a lehetőséget. Sarah egyre csak várt, de amikor fölismerte, hogy hiába vár, akkor elhagyott. Hibáztattam őt, hibáztattam magamat, aztán... Rájöttem, mindketten benne voltunk a játékban. Először hittünk, majd a végén sebeket osztogattunk. Sőt, a gyerekeknek is. A vén kutya is tanul új trükköket. Én átéltem ezt egyszer. Annyi elég volt. Örökre. Ne arra, hogy... Oliver, találunk megoldást. Egészen biztosan, hiszen szeretlek. Én is szeretlek, Charlotte. Még azt is elhiszem, hogy létezik megoldás. De én abban nem leszek partner. Akkor most mi lesz velem? Belátjuk, hogy vége van. Egy darabig fáj, de túléljük. Neked ezt ennyire könnyű kimondani. Épp erről van szó. Nem könnyű. Oliver! Apa és Maggie már megvették a repülőjegyeket, hiszen nem tudhatták, hogy elmarad az esküvő. Végül mégiscsak eljöttek. Én örültem, különösen apának.
Hello. Egy szóval, apa, tévedtem. Ez eldöntött tény? Igen, véglegesen. Mondd, én is tévedtem volna. Én tévedtem, apa, amikor elleneztem a házasságotokat. Látom, boldogok vagytok, Maggie boldoggá tesz téged. Tehát végül is helyesen döntöttetek. Meg kellene látnod, hogy Charlottal kapcsolatban is tévedtél. Ez nem igaz. Szereted? Szeretem. Akkor van megoldás? Az már nincs. Nézd, én azt teljesen elfogadom, hogy Charlotte építgeti a saját karrierjét. Persze, hogy el. De itt végül is azon bukott meg az egész dolog, hogy nekem is vannak bizonyos fajta igényeim. Én miért nem mondhatok annyit? Én ezt szeretném. Én nem érem be kevesebbel. Szerintem egy ilyen döntés inkább most fájjon. Mert a fáj is csak egy ideig tart. És nem egész életemben. Én megfordítanám ezt a logikát. Én azt mondom, inkább legyek boldog egy kis ideig, mint boldogtalan egész életemben. Ne feledd, nincsenek garanciák az életben. Na csak az nem, hogy én, mivel az apád vagyok, örökké szeretlek. Akármilyen maradságot is csinálsz. Ó, Ben, én is boldogtalan vagyok apád nélkül, de ő az oka ennek a helyzetnek. Ő az, aki nem hajlandó megoldást keresni, így van. Még az is lehet, hogy nem szeret elég, nem tudom. Úgy viselkedett, mintha én direkt meg akartam volna őt sérteni. És mi történt? Ő sértett meg engem, és szétrombolt mindent. Érthető volt a reagálása. Pontosan olyan volt a helyzet, mint amikor anyám otthagyta apám. Megmondtam, ha elvállalom a szerepet, ingázni fogok, minden hétvégén hazajövök. Anyám ugyanezt ígérte. Aztán beült az autójába, elhajtott, és soha többé nem jött haza. Ezt nem gondoltam végig. Mondjak valami furcsát? Halljam. Én csak úgy beleestem a színészkedésbe. Sokat dolgoztam, sokat tanultam, jó színész vagyok. De sosem hittem magam olyan jónak, hogy főszerepet játszak a Broadway. Az ajánlattól teljesen megzavarodtam, de azért büszke voltam. Azóta az új rendező átiratta a darabot. Egész más, mint az eredeti. Ez a változat egyáltalán nem nekem való. Azért szeretnék egyszer majd egy főszerepet eljátszani. De nem ebben a darabban. Akkor nem ismét New Yorkba? Nem. Ezt mikor döntötted el? Tegnap este. Mondd el apának. Nem megy, Ben. Már szakított vele. Még csak nem is telefonált. Charlotte, csak magacskodik. Mi Watsonok ilyenek vagyunk. Még Alex is. Itt egy meghívó Alex keresztelőjére. Szeretném, ha eljönnél. Komolyan? Ígéretet tesztek arra, hogy a jelenlévő gyermek keresztény szellemben fog nevelkedni? Megígérem Isten segítségével. Alexander, én megkeresztelnek téged az atyának, a fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen. Amen. 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 Jól van, semmi volt. Átnyújtom a krisztusi fényt, annak jeleként, hogy a sötétségből a fényre jutottál. Ragyogj a világnak, mint ez a fény, a mi Urunk dicsőség. Az Úr békéje legyen veletek. És te veled is. Gratulálok. Köszönöm. Gratulálok, Benjamin. Köszönöm. Gratulálok.
Gyönyörű szertartás volt. Örülök a boldogságotoknak. Nem számítottam rá, hogy eljössz. Belhívott meg. Viszont nagyon örülök, hogy mégis eljöttél. Hiányozta a Sárlott. Te is nekem. Szeretlek. Én is szeretlek. Sokan úgy gondolják, minden embernek van valami küldetése. Nem tudom, így van-e. De ha igen, az én küldetésem az, hogy apa legyek. Életem legszebb élménye, legnagyobb, kimondhatatlan büszkesége az, hogy apa vagyok.